Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. A szervezés folyamatában én nem éreztem olyan nagynak a segítséget, sőt, egy kicsit még hátra is mozdítottam a szervezőket, amelyben nem küldtem el magamról a rövid kis biográfiai infót, amit most egy mondattal pótolni, csak annyiban, amennyi a szemléletem megértését némiben talán segíti. Én nemzetközi jogot tanítok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a jogi karon és a bölcsészkaron is, és ebből a nemzetközi jogász én nem az, aki most elsősorban itt szólni kíván, ugyanis a mondókám jelentős részét, hál' Istennek, az előttem szólók nagy része már elmondta. Elhangzott egy olyan állítás is rólam, hogy abszolút nem értek egyet a világjogi deklarációval. Ez csak részben igaz. A magam része, amikor kritikát próbálok megfogalmazni az ötlettel kapcsolatban, nem is az ötlettel, inkább a kidolgozottságával kapcsolatban, kritikusként úgy gondoltam, hogy ez egy kétirányú kommunikációs folyamat kell, hogy legyen, amihez viszont szükséges egy közös tudás, szükséges a közös pontok azonosítása. Minél több ilyen van, annál könnyebben tudunk kommunikálni. Ez egyébként a világjogi deklaráció jövőbeni sorsára is igaz, amikor már nem velem kell kommunikálni, hanem nálam sokkal nyakasabb, vagy ahogy Fülöp Sándor mondta délőtt, fafejűbb jogászokkal, pedig én se vagyok semmi. Ezért hagyj kezdjem azzal, amivel szívvel lélekkel egyetértek, és ami miatt itt vagyok. Tehát, hogyha nem értenék vele egyet, nem jöttem volna el. Ami miatt kritizálhatónak tartom, az az, hogy a céllal azt hiszem, hogy itt a teremben nagyon sokan egyetértünk, amiben nem értünk egyet, hogy mi ez a cél. Tehát itt nagyon sokszor előkerült az, hogy komoly, kőkemény fogalmi hézagok tátonganak. A professzor úr említette, hogy azt nem határoztuk meg, hogy mi a világ és mi a jog. A világgal kapcsolatban néhány támpontot én mondok, hogy hogyan szereti meghatározni manapság ezt a nemzetközi jog. Vannak rá kísérletek, vannak rá iskolák. A mi a jog kérdésre pedig, ahelyett, hogy én válaszolni, csak egy anekdotát hagyd mondjak el, ami rendszeresen megtörténik harmadéves joghallgatóktól, amikor ezt egy szemináriumi szobában megkérdezem egy jogi és államtudományi karon, annyi lehajtott fejet kérdésjegyzetelések közben ritkán lehet látni. Minél többet tanulja az ember, annál kevésbé tudja megmondani állítólag. Én nem is próbálok erre egy definíciót adni, arra, hogy mi a jog. Arra, hogy a nemzetközi jog hogyan működik, majd egy történettel, egy analógiával, egy mesével szeretnék szolgálni definíció helyett. Tehát a cél, amit én a magam részéről azonosítottam emögött a deklaráció mögött, és ami mögé felsorakozom, az a jogfilozófiai indoklásnak a negyedik bekezdése tulajdonképpen úgy, ahogy van, kisebb módosításokkal. Ugye mindenki megkapta ezt az anyagot, ezért nem szeretném felolvasni, elég hosszú. Úgy kezdődik a szövegrészlet, hogy a harmadik évezred alapvető felismerése az emberiség sorsközösségben él természeti környezetével. Én ebbe a sorsközösség fogalomba kapaszkodnék bele. Ez valóban azt hiszem, hogy egy néhány évtizede vitatott, de igazság szerint már akadémiai berkekben sem egy túl komoly vita, tehát ez egy eldőlt kérdés. Sorsközösségben, hogy most részei vagyunk a természetnek, vagy alatta, fölötte, mellette állunk, beszélgethetünk róla, de nem szükséges a világjogi deklarációhoz. Szerintem eldőlt, hogy az egyén, az ember része a természetnek. Az alá fölé rendeltségi vitához egy adalék, nem tudom, hogy hányan vannak itt a teremben olyanok, akiket már támadott meg állat. Úgyhogy féltek az életükért. Fura érzés, azt kell, hogy mondjam. Ott az ember nem érzi magát fölérendeltnek. A kalandot majd egy kávészünetben egyszer elmesélem. Nem volt nagy kaland, Csepelen történt, tehát nem kell Afrikára gondolni. A világgal való békés egymás mellett élés feltétel rendszerének megteremtése jogi eszközökkel hiszem, hogy lehetséges. Ugyanakkor úgy érzem, hogy nem ezek azok a jogi eszközök, amelyek ehhez szükségesek, elégségesek és megfelelőek. Tehát nem jók. A fogalmi tisztázások előtt, vagy hagyj kezdjem ezekkel a fogalmi tisztázásokkal, mielőtt rátérnék azokra a pontokra, ahol viszont lényeges eltéréseket látok a saját jogfelfogásomhoz képest, ami nagyjából abból ered, hogy én a jogot is a nemzetközi jog felől látom mostanra, ami eredendően máshogy működik, mint a belső jog. Fogalmi tisztázásokat ígértem, pontosabban kísérletet erre, a mi a világ kérdésre, ezt itt mi kerülgetjük. Élő és élettelen lényekről beszélünk, mi van benne
ebben a fogalomban, ezt mindenképpen el kell dönteni, hogyha jogot akarunk neki adni. Ha minden benne, hol van vége? Nincs vége. Az emberiség közös örökség, a Common Heritage of Mankind koncepcióra utaltak itt az előttem szólók. Ez két területen jelentkezik a nemzetközi jogban, erről még később szeretnék egy pár mondatot szólni. Az egyik, ahogy elhangzott, az a tengerjog, a másik terület pedig a világűrjog. Az a kérdés, hogy hol kezdődik a világűr. Ezen a Sputnik fellövése óta rengeteget vitatkoztak a világűr jogászok. Ugye számos teória van, tehát legyen ott, ahol a légkörnek vége. Aki járatos természettudományban járatosabb, mint én, azt tudja, hogy a légkör végét nem jelzi egy nagy piros vonal, hanem úgy szépen lassan ritkulgat, aztán egyszer csak még van is, meg nincs is, de a levegőben létező molekulák, elemi részecskék, azok a Földtől döbbenetes távolságban is még itt-ott kimutathatók. Tehát a légkör végét sem tudjuk meghatározni. Egy másik elmélet ezért azzal próbálkozott, hogy legyen ott a világűr alsó határa, ameddig a földi élet feljut. Mióta medveállatkákat küldtünk az űrbe, és megnéztük, hogy hogy érzik magukat, majd visszajöttek, és köszönték, jól voltak, csak ezt nem tudták elmondani nekünk. Azóta tudjuk, hogy ez az elmélet sem megfelelő, nincs egy tiszta határ. Márpedig a jog eszközeinek az alkalmazásához tiszta fogalmak kellenek. Adok a szerzőknek pénzt. Támogatom a védegyletet. Valamennyi pénzzel. És nem határoztam meg, hogy mennyivel. Hogy egy forinttal, hogy egy millióval, vagy a 9 milliós tartozásomat fogom-e átadni, azt nem mondtam meg. Tehát a jog eszközeinek használt, tiszta fogalmak kellene. Adok pénzt, de mennyit? Tehát ezeket a piros vonalakat, ezeket az éles fogalmi határokat szereti a jog, akkor lehet a jogot könnyen, kényelmesen alkalmazni, hogy ilyen fogalmaink vannak. Tehát az összes előttem szóló jogász, aki ezeket hiányolta, ezért hiányolta, reflexzerűen ezeket igényeljük. A mi a világ kérdés, most időhiányában nem is beszélnék tovább, a mi a jogba pedig bele sem merek kezdeni. Egy analógiát tennék még, én a magam részéről a minden benne van, hagyj mondjak én is egy véleményt, nem fog menni. Nem fog menni, mert én a kávészünetben jogot adtam a Dunának. Tényleg, Viktor ott volt. A Duna ezt nem vette észre, folyt tovább. Ugyanúgy, ahogy az elmúlt sok ezer évben eddig. És hogyha én ezt a jogot most az előadásom után visszaveszem tőle, nem fog tudni beperelni. Erre is utaltak már az előttem szólók, hogy a jog az érvényesítés, a kikényszerítés lehetősége nélkül pusztán holdbetű. Érvényesítés, érvényesülés, kikényszerítés, ezek olyan jogfilozófiai mélységekbe vinnének, amit a magam részéről próbálok kerülni, legalábbis ameddig ezt meg tudom tenni. Tehát én egy szűkebb fogalomban látom annak az elvi lehetőségét, hogy vitatkozzunk arról, hogy kiterjesszük a jogalanyiságnak a fogalmát, amiben eddig ugye még bele sem mentem. Ez a korlátozott jogalanyiság, hogy csak jogot adunk, de kötelezettséget nem. Ennek az analógiájára eszembe jutott egy dolog, amit majd érdemes megnézni a jövőben, nem ma. Ez az 1988-as New Yorki gyermekjogi karta, amiről ma még nem emlékeztünk meg. Tehát vannak ilyen speciális, szektorális emberi jogi egyezmények, amelyek tehát mintául szolgálhatnak arra, hogy hogyan kell az emberi jogokból kiválogatni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy az mégis egy koherens, egységes rendszer maradjon. És akkor egy pár szóban rátérnék arra, hogy hol látok én a saját nézeteim és az indoklás között lényeges eltéréseket, ez a jogfelfogásunkban van. Ha nagyon leegyszerűsítem, már pedig időhiányában muszáj vagyok leegyszerűsíteni az indoklást, többször előkerül egy ahhoz hasonló gondolat, minthogyha ez úgy tűnne, hogy az egyén érdeke mindig alárendelt a közösségnek, a közösségen belül pedig a kisebbségé mindig a többségnek. Ez szerintem így effektíve tényszerűen nem igaz. A tulajdonjog például egy abszolút jog, ami az én egyéni érdekemet helyezi esetenként a közösség érdekei fölé. Tehát itt egy harmónia érvényesül, az egész jogfelfogás, egy annyira leegyszerűsített jogfelfogás, ami, hogy mondjam, olyan, mint egy fekete-fehér filmen naplementét nézni.
nem tudom színek nélkül leírni a naplementét. Ezenkül a harmónia nélkül, ezeknek a részleteknek, a finom részleteknek a tisztelete nélkül nem tudjuk megmondani, hogy mi a jog. Ahhoz ez az indoklás terjedelménél fogva nem is lehet szerintem alkalmas. A másik, ami eszembe jutott itt a délelőtt folyamán, az az, hogyha Bibó István itt lenne a teremben, akkor részben örülne, mert az egyik állítását tökéletesen igazoltuk itt mi így kollektíven. Részben nem örülne, mert ez az állítás alapvetően elég cinikus volt a nemzetközi joggal kapcsolatos nézetekről. A nemzetközi jogról alkotott laikus véleményeket Bibó egyszer úgy ostorozta, hogy a társadalom, a jogász közösség is általában, de a társadalom egésze is a nemzetközi jogtól általában csodát vár. Mindent vár, azt várják tőle, hogy olyan, mint egy svájci bicska, mindent meg lehet vele csinálni. Aztán amikor kiderül, hogy a nemzetközi jog nem alkalmas az éppen kipécézett feladatra, akkor átesünk a ló túloldalára, és tagadjuk a létezését, tagadjuk a hatékonyságát. Az igazság valahol félúton van. A nemzetközi jog egy nagyon speciális jogrendszer, erre már többször utaltam, de nem mondtam meg, hogy mi ez a specialitás. És a nyilatkozatunk értelmi szerzője, Kardos Gábor is használta azt a kifejezést az egyik hozzászólásában, hogy a közhatalom ad jogot. Ha így van, akkor a nemzetközi jogban nincs jog. A nemzetközi jogban nincs hatalom. Egy rettentő érdekes terület egészen máshogy működik, mint a belső jog. Erre nézve komoly elméletek vannak, hegemon államelmélettől kezdve lehetne itt sorolni Hans Kelsen normalépcsőjén keresztül egészen a Jelinek-féle önkorlátozási elméletig, amiket én nem teszek. Helyett egy olyan élményünkre appellálok, amiben szerintem mindannyiunknak volt. Voltunk gyerekek, és játszottunk a homokozóban, vagy óvodában, vagy iskolában. Képzeljenek el egy iskolai, kisiskolai homokozót, benne játszanak a gyerekek, akikre vigyáz az óvónéni. Hogyha a nagyobb és erősebb kisfiú elveszi a kisebbiktől, aki én egyébként rendszeresen voltam az iskolában, tehát elveszik tőle a dömpert, az ásót, a stb., akkor a kisebbiknek ugye van két lehetősége. Először, higgyék el, én is megpróbáltam, neki megy a nagyobbnak. Ez fájni fog. Másodszor, harmadszor tudni fogja, hogy megkerüli a nagyobbat, és oda megy ahhoz a felettes hatalomhoz, oda megy az óvónénihez, a tanítónénihez, és a megkérdőjelezhetetlenül fölötte álló világi felettes hatalomtól segítséget kér, hogy kikényszerítse az igényét. Nagyjából így működik a belső jog. És kicsit cinikusan azt mondhatnám, hogy ez nagyon kényelmes. Van egy állam, van egy szuverén felettes hatalom, lehet tőle segítséget kérni, fölöttünk áll. Az állam ugye furcsa kettős jogalanyisággal rendelkezik, tehát néha nem fölöttünk, hanem mellettünk. De hogy a nemzetközi jogot megértsük, képzeljük el ugyanezt a homokozót akkor, amikor az óvónéni távozik. És kimaradnak ezek a csemeték magukban. És nagyjából boríték volt, hogy kellő ideig maradnak magukban, akkor előbb-utóbb ott konfliktusok lesznek, és a nagyobb és az erősebb igénye érvényesül. Addig, amíg egyébként innentől kezdve csapunk át hegemon állam elméletbe, amíg a többi kicsi rá nem jön, hogyha az egyik mögé térdel a nagynak, a másik meg meglöki szemből, akkor mégiscsak meg lehet fektetni. Az összefogással ez működhet. És a nemzetközi kapcsolatrendszert egyébként mi nagyon leegyszerűsítve, hogy 4000 éveket ugrálunk a történelemben, nemzetközi jogban ez megtehető, hiszen az első ránk maradt nemzetközi szerződés, ha jól emlékszem, Krisztus előtt harmadik évezred elejéről származik, két sumér városállam között, amit mai napig tudunk olvasni tartalmi, tehát egy közel 5000 éves fejlődésről van szó. De a modern nemzetközi kapcsolatokat ahhoz a viszonyrendszerhez kötjük, amit a Vesztfáliai béke után úgy működik, hogy mindig van egy állam, amelyik erősebb, mint az összes többi, de soha nincs egy olyan állam, erősebb, mint bármely többi, de soha nincs egy olyan állam, amelyik erősebb, mint az összes többi együttvéve. Nem, ebben most nem szeretnék belemenni, cáfolhatatlan a történelmi események alapján, hogy abban a minutumban, hogy egy állam esélyes arra, hogy erősebb legyen, mint az összes többi, a többiek összefognak ellene, ez Napóleontól kezdve számos hatalmi tényező volt kénytelen szembesülni vele. Az emberi jogi analógiáról szeretnék néhány szót szólni ezután, hogy ilyen körülmények között hogyan működik a nemzetközi jog, kikre vonatkozik
egyáltalán. Nem vonatkozik az egyénekre, legalábbis nem elsődlegesen az egyénekre vonatkozik. A 30-as évekből George Sall már megjegyezte, hogy a nemzetközi jogi szabályozás végső célja az egyén boldogulása. Ugyanakkor a nemzetközi jog elsődleges alanya a szuverén állam. És éppen ezért ezen a területen az államok meggyőzése, az, hogy az államok akarjanak valamit, az elengedhetetlen. Amit az államok nem akarnak, abból nem lesz nemzetközi jog. A nemzetközi jogon belül éppen ezért kialakult egy nagyon furcsa jelenség, amikor azt kérdezik tőlem, hogy kötelező-e vagy sem egy adott nemzetközi jogi szabály, nekem azt kell megválaszolnom, nem azt tudom mondani, hogy igen vagy nem, hanem azt, hogy mennyire és hogy kire nézve. Tehát a nemzetközi jogi kötelező erő létrehozatala egy nagyon speciális technikát igényel. Mivel nincs felettes hatalom, aki megmondja, hogy mi a jog, ezért azt kell, úgy tudnám leírni, mint egy primitív varázstáncot, aminek, hogyha a lépéseit megfelelő módon lépjük meg, akkor az eredménye az lesz, hogy lesz belőle nemzetközi jog. Tehát van egy nagyon bonyolult szerződés kötési eljárás, a szokásjogról esett szó, arra, hogy ez idő szükséges, 99-100 év szükséges, és egy állami meggyőződés. Egy rémálom annak a bizonyítása, hogy ez megtörtént-e vagy sem. És ezeknek a hagyományos alanyok mellett jelent meg 1948-ban az egyén, az emberi jogokon keresztül. A másik lényegi eltérésem az indokláshoz képest az az, hogy nem értek azzal egyet, hogy ez a nemzetközi jogból került volna a belső jogokba. Fordítva történt. Az emberi jogok kialakulásával kapcsolatban szoktunk beszélni különböző generációkról, első, második és harmadik generációs emberi jogokról, attól függően, hogy milyen típusú jogviszonyt hoz létre állam és egyén között. Az első generációs jogokba tartoznak a klasszikus szabadság, jogok, polgári és politikai jogok, ahol az állam azzal is meg tudja valósítani az emberi jogokat, hogyha nem tesz semmit. Én itt most állok és gyakorlom a véleménynyilvánítás szabadságát, és ebben a magyar állam engem nem zavar. De sokkal jobb lenne, hogyha ezért fizetne. Tehát például az állam tehet is, proaktív is lehet ezen a területen, de itt még nem elvárás. Ez a 18. század végén megjelent a francia forradalomban, de sokkal korábbra vissza, a habeas corpusig visszanyúlhatunk, sőt, egyes iskolák visszanyúlnak akár a különböző rendi jogokig is. A második generáció 19. századi Németországhoz kötődik, leginkább a bismarcki szociális reformokat szokás itt emlegetni. Ezek a gazdasági, szociális és kulturális jogok, ahol az államnak már tevékenyen kell eljárnia. Ugyanezt a mondókát, hogyha az egyetemen mondom el, akkor ott ugye az oktatás szabadságáról is szó van, amit én nagyon szeretek gyakorolni, de nem tudnám gyakorolni, hogyha nem lenne egy iskola a fejem fölött, nem kapnék fizetést, tehát az már bizony pénzbe kerül. A szociális biztonság pénzbe kerül, a nyugdíjak és a többiről nem is beszélve. Ez tehát a második generáció, ahol az állam már tesz. A harmadik generáció pedig egy viszonylag új második világháború utáni jelenség. Ide tartozik az egészséges környezethez való jog, már amennyire az különböző jogokban létezik. Itt úgynevezett szolidaritási jogokról beszélünk, hiszen egy állam önmagában már ezeket nem képes biztosítani. Gondoljanak arra, hogy tételezzünk fel egy ideális Magyarországot, ahol tökéletesen betartja a magyar állam az egészséges környezethez való jogot. Zöld a fű, kék az ég, tiszták a vizek, minden bió. Majd egy csúnya Heiligenkreuzi erőműből átpüfögnek hozzánk némi füstöt, kéngázt, egyebet. Nyilvánvaló, hogy lévén, hogy a természet egy egységes integráns rendszer, az ilyen típusú harmadik generációs jogok azért nem biztosíthatóak egy államban, mert a jogok tárgya nem veszi figyelembe, hogy ott van egy államhatár. És egy utolsó gondolat, hogyha még az időmbe belefér egy percben, hogy hogyan történt ez az emberi jogi szabályozás. Ez ugyanis, amit elmondtam, ez nem a nemzetközi jogi szabályozás története, ez a jogok filozófiai kialakulásának a története, az, amiben mi most itt részt veszünk. Maga a jogalkotási eljárás a nemzetközi jogban a II. Világháború után indult, bevallottan mintának tekintjük az 1948. december 10-i ENSZ közgyűlési határozatot, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. Fontos dolog, hogy ENSZ közgyűlési határozatról van szó, formailag ez nem kötelező. Minden más formában, ha próbálkozunk államok között írásban létrejövő akaratnyilatkozattal, az egy nemzetközi szerződés lesz, ami kötelező, és ezért az államok nem fogják aláírni. Tehát ingyen nem vállalnak kötelezettséget. Ennek valamit be kell tenni a mérleg másik serpenyőjébe, hogy az államoknak ez megérje, különben nem fogják vállalni a kötelezettséget.
Tehát az egyetemes nyilatkozatnál ugye egy közgyűlési határozatról volt szó. És ha már a francia intézetben vagyunk, akkor hagyj emlékezzek meg arról a nagy francia jogtudósról, aki ezt kitalálta, hogy hogyan kéne emberi jogokat szabályozni, hogy René Cassinnek hívták. Nem egyedül dolgozott rajta, ott volt mellette Roosevelt elnök özvegye, ott voltak mellette még néhányan, de az ötlet, a módszertan, hogy hogyan szabályozzunk emberi jogokat nemzetközi szinten, az René Cassintől származik. Ő három lépcsőt tervezett. Az első lépcső, az, ami megvalósult 48. december 10-én, egy nem kötelező erejű nyilatkozatban iránymutatás jelleggel óhajtjuk az emberi jogokra való törekvést. Emögött gyakorlatilag normatív tartalom, amiből megállapítható, hogy milyen magatartással szegem meg, és milyen magatartással teszek eleget az emberi jogok elvárásainak, nem szűrhető le, lévén, hogy a formailag nem kötelező soft law. René Cassin álláspontjában a második lépcső lett volna ezen jogoknak egy kötelező erejű lefektetés a nemzetközi szerződésben, és harmadik lépcsőben egészült volna ki egy hatékony jogérvényesítési, jogsértés esetén jogorvoslati rendszerrel. René Cassin nagy csalódása volt, és az európai államok nagy csalódása volt, hogy ez a hatékony jogorvoslati rendszer, ugye 48-as az egyetemes nyilatkozat, az ENSZ-es jogorvoslati rendszer hatékonyabbá tételére a 2005-ös reformok jelentős előrelépést tettek. Iszonyú messze van még a folyamat vége. 1966-ban lett ebből nemzetközi egyezmény, ami már kötelező erejű, tartalmazott egy jogérvényesítési eljárásocskát. Hagyj legyek cinikus. Nem véletlen, hogy 1949-ben a nyugat-európai országok úgy döntöttek, hogy nekik ez nem elég, és ezért megcsinálták a saját maguk regionális rendszerét. Tehát itt számtalan út nyílik arra, hogy hogyan lehet jogot alkotni, illetve jogot érvényesíteni a nemzetközi jogban, de lévén, hogy sok ezer éves fejlődéssel mennénk szembe akkor, hogyha mindennek jogokat és kötelezettségeket akarnánk adni, szerintem nem ez a megfelelő út. Az indoklást állítja, hogy évtizedes munkára van szükség. Én úgy látom, hogy évtizedes munkára van ahhoz szükség, hogy eljussunk az első lépcsőig. Ugyanis az emberi jogok tekintetében egy sok száz éves fejlődés után kellett, és egy második világháború sok hatás után, a holokauszt felismerése után jutottunk el odáig, hogy akkor legyenek emberi jogok. A magam részéről nagyon sok mindent tudnék még elmondani, de úgy érzem, hogy akkor végletesen kifogynék az időből. Most talán még belefértem. Köszönöm szépen a figyelmüket. Sajnos én nem fogok tudni a holnapi nap itt maradni, de Viktoron keresztül e-mailben állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmüket.